A Pannon Televízió híradóját látják, köszöntöm Önöket. Ma november 15-e, Albert és Lipót napja van. 388 éve, 49. születésnapján meghalt Bethlen Gábor erdélyi fejedelem. 387 éve meghalt Johannes Kepler, német csillagász, aki leírta a bolygók ellipszis pályáját, illetve feltalálta a távcsövet. Most következzenek a nap kiemelt hírei, először csak egy-egy mondatban. Nem emelkedik drasztikusan a tojás ára Szerbiában, állítják az eladók. Növekedett a felvett védőoltások száma az elmúlt két hét alatt. Ma van a magyar szórvány napja, Kárpát-medence szerte rendezvényeket tartanak. Befejeződtek a Kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület székházának munkálatai. A környező országokban drágult, Szerbiában azonban nem fog emelkedni a tojás ára az elkövetkező időszakban, legalábbis az árusok szerint. A szabadkai tejpiacon akár 15 dinárt is elkérnek érte, a vevők szerint ez túl sok. Többen a fertőzés veszélytől is félnek, a közelmúltban ugyanis több európai bolt polcairól is el kellett távolítani a tojásokat. A tojás ára a szabadkai tejpiacon az 9 és 15 dinár között mozog. Azt mondják az árusok, hogy egyáltalán nem a minőség határozza meg ezt, hanem az, hogy mekkora tojásokról van szó. A kisebbek olcsóbbak, a nagyobbak azok pedig természetszerűen drágábbak. Az árusok váltig állítják, hogy a tojás ára az elmúlt hónapokban nem változott. A vevők azonban pár dináros növekedésről beszélnek. Novica Crncsevics több tucat tojást vásárol havonta. Évek óta a szabadkai tejpiacon szerzi be őket. Stábunknak elmondta, a téli hónapokban többet kellett fizetnie az áruért. Logicsona, de ovek malas kupjel a nagyje kokoske, tako da su zimju obično jaja skuplja, pa navikli smo već na to. Az élelmiszerárak alakulására nagy kihatással van a kereslet és a kínálat aránya, magyarázza Zombor Imre. A közgazdász kifejtette, hogy a költségalapú árkorrekció is kihathat az árak emelkedésére, ami azt jelenti, hogy nő az üzemanyag vagy a nyersanyagok értéke, vagy változik az adópolitika, tette hozzá. A kereslet többé-kevésbé azonos, habár természetesen mindig van ingadozás, de a kínálatot jelentősen befolyásolhatja az, hogy mennyi termet, illetve mennyivel termesztve az adott élelmiszer alapanyagaiból, illetve befolyásolhatja egy nagyobb behozatal is külföldről. Kovács Vilmos arra figyelmeztet, hogy jól fontoljuk meg, kitől vásárolunk. Az élelmiszer biztonsági szakmérnök elmondta, kizárólag megbízható forrásból szerezzünk be élelmiszert, hogy elkerüljük a fertőzés veszélyt. Ez a tojásra is igaz. A szakértő szerint kizárólag akkor kerülhető el a fertőzés veszély, ha a termelők betartják a megfelelő előírásokat, illetve ha az állategészségügyi szervek folyamatos ellenőrzéseket végeznek. Az, hogy tojás eredetű incidenseket talál a hatóság, ezt én azok nevezném inkább, hogy jól végzi a munkáját a hatóság, tehát a kifogásolt tételeket megtalálja és kivonja a forgalomból. Remélem, hogy a szerbiai hatóságok is már a határon, hogyha behozatali termékekről van szó, a megfelelő ellenőrzéseket elvégzik, valamint a hazai termelőket is megfelelően ellenőrzik. A közelmúltban egy holland cég körül robbant ki mérgezési botrány. A vállalat rovarirtóval szennyezett tojásai több európai üzletlánc polcaira is felkerültek, miután az illetékes hatóságok fényderítettek a fertőzésre, francia, német, svéd és brit boltok tartóiról is több millió tojást kellett levenni és megsemmisíteni. Akkor Szerbiába a hivatalos információk szerint nem érkezett szennyezett áru. Tojás után hús. Szalmonellával fertőzött csirkehúst találtak az elmúlt napokban egy mitrovicai és egy zsabjai kereskedőnél. A felügyelőség a nyomozás során megtalálta a hús eredetét. Utána néztünk annak, milyen szabályoknak kell, hogy megfeleljen egy eladó Szerbiában, és mik azok az ismérvek, amelyekről felismerhető a gyanús eredetű hús. Október 29-e és november 6-a között 9000 darab szalmonellával fertőzött csirkét adott el egy farm tulajdonos vajdaság több településén. A szabály értelmében a fertőzött húst köteles lett volna megsemmisíteni. A szakemberek azt mondják, hogy a legcélszerűbb, ha ellenőrzött helyen vásárolják az emberek a nyers húst. Da, csúszom, de taj szlócsai, to je neodgovorno ponašanje. Thank you.
Az emberek többsége húsboltban vásárolja a csirkehúst. Úgy érzik, hogy az ellenőrzés itt megfelelő szinten van. Na piacinek kúpujem. Posto. Szigurnéum egyszerama. Az állatorvos felhívja a figyelmet, hogy már a tojás ellenőrzésével kiszűrhető a szalmonellával fertőzött csirke. Az eladást azonban komoly ellenőrzés kell, hogy megelőzze, mondta az általunk megkérdezett állatorvos. A negatívak az eredmények, és akkor mehetnek a kikelt kis csirkék eladása. Szóval, ha termelő vásárol csirkét, igyekezni kell, hogy állatosi papírral rendelkezzenek azok a kis csirkék, vagy szalmonella mentes az állomány, vagyis a káltetőből kikerült csirkék. Utána a telephelyeken ellenőrizzük a széklet mintát, hogy van-e benne szalmonella, vagyis útközben megfertőződött-e véletlen a csirke szalmonellával. És végül vágás előtt, mikor indulnak a vágásra a csirkék, veszünk tőlük széklet mintát, és csak ha negatív, akkor mehetnek vágásra. A fertőzött hús szabad szemmel nem különböztethető meg az egészségestől. A szalmonella fertőzés hányással, hasmenéssel és magas lázzal jár. Enyhébb esetben 5 nap alatt lezajlik, de mindenképpen orvoshoz kell fordulni. Növekedett a felvett védőoltások száma Szerbiában az elmúlt 2 hét alatt. A szülők a kanyarójárvány veszélye miatt szemmel láthatóan komolyabban veszik gyermekeik vakcinációját. Zoran Radovanović járványügyi szakorvos szerint Stárigrád területén volt az év első felében a legalacsonyabb a védőoltást felvevő gyerekek aránya, csupán 26,5%. Itt az elmúlt 2 hétben számos gyermek vette fel a kanyaró elleni vakcinát, és ez az arány gyorsan 46%-ra növekedett. Az új közlekedésbiztonsági törvény célja, hogy csökkenjen a közúti balesetek száma Szerbiában, jelentette ki Vladimir Rébić. A szerbiai rendőrség igazgatója elmondta, a közúti balesetekben leginkább a fiatal sofőrök veszítik életüket, vagy sérülnek meg súlyosan. Ezért emelik meg a próbaengedély kötelező időtartamát 2 évre. A szerbiai RTV műsorában Rébić elmondta továbbá, hogy azok esetében, akik 19 éves koruk előtt szereznek jogosultságot autóvezetésre, az említett próbaidőszak meghosszabbodhat. Hozzátette, az új szabályozás korlátozza majd a frissen jogosítvány szerzett vezetőket. A tervek szerint 107 lóerőnél többel rendelkező gépjárműveket nem hajthatnak majd. A 2 legveszélyeztetettebb társadalmi csoport a nők és a fogyatékkal élők Szerbiában, jelentette ki Brankica Janković. A szerb köztársasági ombudsman elmondta, ez a 2 csoport szembesül a legtöbb diszkriminációval az országban. Holnap egyébként a tolerancia napját ünneplik világszerte, ennek kapcsán szólalt meg a jogvédő a szerbiai RTV műsorában. Mint mondta, a nők problémáiról, jogairól és hátrányos megkülönböztetéséről továbbra sincs megfelelő párbeszéd Szerbiában. A nők és a fogyatékkal élők mellett szintén megkülönböztetésben részesülnek az idősek. Ők leginkább az egészségügy, míg a fiatalok az oktatás terén, részletezte az ombudsman. Hozzátette, a tavalyi évben a tolerancia szempontjából vannak pozitív példák is, például a migránsválság kapcsán tanúsított magatartás, vagy pedig a meleg felvonulás incidensek nélküli megtartása. Federica Mogherini támogatja Szerbia uniós integrációjának felgyorsítását, jelentette ki Alexander Vučić szerb államfő Brüsszelben, miután megbeszéléseket folytatott az EU kül- és biztonságpolitikai főképviselőjével. A szerb államfő belgiumi látogatása során Jens Stoltenberg NATO főtitkárral is találkozott. Alexander Vučić és Federica Mogherini közötti tárgyalások fő témái a Szerbia és az Európai Unió közötti kapcsolatok, Szerbia EU-hoz való csatlakozása, a térség helyzete, valamint a belgrádi és a koszovói viszonyok normalizálása voltak. A szerb államfő a találkozót követően elégedetten nyilatkozott. Reformi u različitim sferama društvenog života. Razgovarali smo o regionalnim pitanjima, o dijalogu sa Prištinom i čini mi se zajednički konstatovali da su stabilnost i mir osnovni interes kako Republike Srbije, tako i Evropske unije na Balkanskom poluostrvu.
A kétoldalú találkozót követően Maja Kociáncsics Federica Mogherini szóvivője Twitter üzenetben erősítette meg, hogy a tárgyalások témái a balkáni régió helyzete, valamint a Belgrád és Pristina közötti párbeszéd voltak. Alexander Vučić Brüsszelben kétoldalú tárgyalást folytatott, Jens Stoltenberg NATO főtitkárral is. Ezen a találkozón egyebek között Szerbia és Oroszország viszonyáról, valamint a koszovói békefenntartó alakulatokról is egyeztettek a felek. A nyugati országok megváltoztatnák a koszovói rendfenntartó erők hatáskörét. Többek között erről vitáztak kedden New Yorkban az ENSZ biztonsági tanácsának ülésén. Franciaország, Nagy-Britannia, az Amerikai Egyesült Államok, Japán és Pristina is azt kérte az ENSZ-BT-től, hogy fogalmazzák újra az UNMIK hatáskörét, valamint csökkenteni kell a misszióban szolgáló katonák számát is. Michel Sisson, amerikai diplomata az ülésen hangsúlyozta, a jövőben a koszovói helyzetről évente kétszer kellene tárgyalnia a BT-nek, nem pedig három havonta, ahogy most történik. Ezt az indítványt Koszovó amerikai nagykövete, valamint Ukrajna ENSZ képviselője is támogatta. Oroszország az ülésen ellenezte a koszovói rendfenntartó erők hatáskörének megváltoztatását. Ameddig Bosznia és Hercegovina államelnökségének tagja vagyok, nem ismerjük el Koszovó függetlenségét, és népszavazás sem lesz a boszniai szerb köztársaság státusáról, jelentette ki Mladen Ivanić, az államelnökség szerb tagja. Hozzátette, a régióban uralkodó politikai ellentéteket csak és kizárólag a párbeszéd útján lehet megoldani, semmiképpen sem háborúskodással. Mint ismeretes, korábban Bakir Izetbegovic, az államelnökség bosnyák tagja kijelentette, hogy Bosznia és Hercegovinának el kellett volna ismernie Koszovó függetlenségét. A politikus kijelentése felháborodást keltett Belgrádban. Alekszandar Vučić szerb államfő összehívta a szerbiai biztonsági tanácsülését is. Nézzük, mi lesz a híradó folytatásában. Költségvetési témák voltak terítéken a tartományi parlament mai ülésén. A Vajdasági Magyar Képzőművészet napját ünnepelték tegnap Szabadkán. Pénzügyi témák határozták meg a tartományi képviselőház mai ülésének napirendjét. Megvitatták az idei költségvetésnek az év háromnegyed részére vonatkozó jelentését, továbbá a tartományi garancia alap tavalyi üzleti beszámolóját. Idén a tartományi büdzsé bevételi oldalát 62 milliárd dinárra méretezték, és az év első 9 hónapjában 45 milliárdot költöttek el. Úgy tervezték, hogy 67 milliárd dinárt költ majd el a tartomány, de a 9 hónap alatt a kiadások mindössze 41 milliárdot tesznek ki. A mostani helyzet szerint tehát a költségvetésnek 4 milliárdos többlete van. Nagyon fontosnak tartjuk, hogy a költségvetés nagy részét tulajdonképpen a nagy beruházásokra fordítottuk. Egyrészt, másrészt nagyon fontos az is, hogy a gazdaság és a mezőgazdaság fejlesztésére irányultak elég nagy eszközök, és a harmadik pedig, ami számunkra nagyon fontos, hogy a nemzeti kisebbségeket, nemzeti közösségeket szintén ez a költségvetés támogatja. Az ellenzéknek sem a költségvetés bevételi oldalával van baja, inkább a költségek oldalán látják a problémát. A kormánykoalíció elismeri, valóban vannak csúszások a nagyberuházások terén, de az év végéig ez rendeződni fog. Baš uprava za kapitalno ulaganje može da se pohvali time da je svaka lokalna samouprava ili 44 ili 45 lokalnih samouprava u Vojvodini dobila određena sredstva od njih. Tako da i tekako se ti projekti izvršavaju, ali sa druge strane postoje, kažem, određene procedure koje jednostavno ne dozvoljavaju neke drugačije transfere u ovom trenutku. A VMDK támogatja a költségvetést, de fenntartásai is vannak vele kapcsolatban. Mindazokat a pénzeszközöket, amelyek a köztársaságból érkeznek Vajdaság területére, azokat úgy tüntetik fel, mint a projektek körüli gyülekezet, és úgy tüntetik fel, hogy azok befolynak valójában a tartománynak a költségvetésével, és ezzel is növelik azokat a transfer eszközöket, amelyek befolynak a vajdasági költségvetésbe, így mesterségesen emelve azt a százalékot, ugye, ami az alkotmány szerint megilletné a vajdaságot.
A bevételek 67%-át valóban a köztársasági átutalások teszik ki, ugyanakkor az adóbevételek is magasabbak a vártnál. A tavalyi adatokhoz képest az idén a 9 hónap alatt 345 millió dinárral több folyt be a bérek után kifizetett illetékekből, és majd 2 milliárd dinárral nagyobb a nyereségi adónak köszönhető bevétel is. Több mint 20 munkagéppel felkészülten várja a telet a Szabadkai Köztisztasági és Parkosítási Kommunális Közvállalat. Erről győződhettek meg ma az illetékesek, akik a közvállalat telephelyére látogattak. Egymás mellett sorakoznak a nagy hókotró kamionok és különböző munkagépek. A műszaki felszereltség mellett megfelelő számú munkaerővel is rendelkeznek a közvállalatnál. Ovde iza, ispred vas se nalazi kompletna mehanizacija sa kojom raspolažemo. To je 10 teških kamiona, odnosno velikih kamiona opremljenih raonicima i takozvanim soljačima. Iza mene su traktori i male radne mašine. Ovde se nalaze i 47 izvršioca koji će obaviti uklanjanje snega i leda. A városvezetés részéről Horváth Tíme alpolgármester tekintette meg a felkészülés utolsó szakaszát. A helyszínen elmondta, megvan elégedve a látottakkal. A téli szolgálat november 15-től kezdődik, és március 15-ig tart a jövő évig. Azt gondolom, hogy a közvállalatok biztosítottak arról, hogy készen állnak az előttünk levő téli időszakra, megfelelő mennyiségű sóval, alapanyagokkal rendelkeznek. Habár Szabadkán és környékén ebben a szezonban még nem esett hó, Nyugat-Szerbiában és Magyarországon már havazott. Egyelőre úgy néz ki azonban, hogy a közeljövőben nem kell éles bevetésre küldeni a hókotrókat, hiszen az előrejelzések szerint novemberben még nem fog esni a hó Északbácskában. Befejeződtek a Kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület székházának munkálatai. A Magyar Kanizsai Önkormányzat és a Tartományi Nagyberuházási Igazgatóság támogatásával mintegy 1 millió 740 ezer dinár értékű felújítást végeztek el a művelődési otthonon. A támogatásnak köszönhetően megújult a színpad, az öltöző, valamint két kísérő helyiség is. Az egyesület keretein belül jelenleg egy népdalkör, egy néptánccsoport, egy kézműves műhely és egy kézimunkaszakosztály tevékenykedik. Én azt gondolom, hogy egy faluban nagyon fontos az, hogy egy kultúraotthon, ami a művelődésnek a székháza, úgy nézzen ki, ahogy elvárják azt, hogy egy művelődési intézmény vagy egy művelődési ház kinézze. A felújítások révén már használható az épület, azonban még szükséges lenne egy tetőcsere, a fűtés korszerűsítése és a mennyezet rekonstrukciója. A kispiaci épület felújítása a helyi művelődési élet szempontjából rendkívüli jelentőséggel bír, emelték ki a sajtótájékoztatón. Nagyon fontos az, hogy minden településen bár részmunkákat el tudjunk végezni, hiszen ezek a művelődési csoportok, művelődési egyesületek ma már előregedő társadalmunkban sokkal többet jelentenek, csak mint a művelődés, hanem egy közösséget, egy társaságot, amelyben az emberek kikapcsolódnak, együtt vannak, meghallgatják egymást. Az egyesület szakcsoportjainak a felújításnak köszönhetően megfelelő helyet tudnak biztosítani a próbák alkalmával, valamint a művelődési műsorokat sem kell más helyszínen megtartani. Ma van a Magyar Szórvány napja. A Kárpát-medence minden táján rendezvényeket és összejöveteleket szerveznek, ahol a szórványközösségek problémáira hívják fel a figyelmet. Számos vajdasági település szembesül napjainkban az elvándorlás a népesség számának csökkenésével. Nincs ezzel másként Erzsébet lak sem. Egy út vezet a bánáti szórvány településre. A valamivel több mint 1000 lakosú, több nemzetiségű falut a Bega, a Tisza és az Icskai Halastavak határolják. Erzsébet laknak az utolsó népszámláláskor 1370 lakosa volt, 500 szlovák, 475 magyar, 137 szerb, 118 bolgár nemzetiségű. Több mint 200-an költöztek el a faluból az elmúlt időszakban. Az a legnagyobb probléma szerintem, hogy ezek mind fiatalok, hogy is többnyi fiatal, és ezeknek a fiataloknak a családjuk már kint születik, úgyhogy tavaly például 4 vagy 5 gyermek kint született Bécsbe. És akkor ezek a fiatal házaspárok, ezek szerintem már nem jönnek vissza. A 80 éves Damjanov Etelnek is külföldön vannak a gyerekei, egyedül él, nemrég baleset is érte. Nincsen munkájuk, mit csináljanak?
a nyugdíj kevés, nagyon, ebből nehezen lehet megélni. Azt már ilyen idősek, ezek már nem tudnak dolgozni, tudja, úgyhogy nagyon nehéz, nagyon. Ezt minden lássa, minden olyan sortalan, mind el van hanyagolva már. A Császártó Magyar Művelődési Egyesület már több mint egy évtizede ápolja a hagyományokat, próbálja összefogni az ottani magyarságot. Mondhatom, hogy a tagságunk 100-on fölül van, hiszen bármilyen megmozdulás van, az összmagyarság java jelen van. Különböző műsorok alkalmával összetartanak, és én azt hiszem, hogy itt Erzsébet lakon nem nehéz tevékenykedni. Egymás mellett áll az evangélikus és a katolikus templom, ezzel is szimbolizálva a több nemzetiségű település lakóinak együvé tartozását. A katolikus templomot 1895-ben, az evangélikus templomot pedig 1902-ben szentelték fel. 240 lakos, katolikus lakosunk van. Igen, van több, de 240 a katolikusok. Azokból vannak magyarok, bolgárok, szlovákok, akik átjöttek katolikus izébe, berába, hogy mondjuk, vallásba. A katolikus hívek hétvégén védőszentjük Szent Erzsébet napján templombúcsút ünnepelnek. Ez egyben arra is alkalom, hogy az elszármazottak hazalátogassanak. Ott fönt az oltárnál van az Erzsébet kép, és az Erzsébet az a falunak, az templomnak az ünnepe, búcsúja, és azt fogjuk tartani. Úgyhogy nagyon sok vendégöt várunk minden felülű, egy 150 népet, és most készüljük, hogy nagyon szép legyen a templom. Erzsébet lakhoz a természet nem volt bőkezű, az 1600 holnyi földterületből csak mintegy 600 művelhető meg, a többi legelő. Az ott élőknek a halászaton és a nádvágáson kívül, amelyek lényegében idénymunkák, nincs sok munka lehetősége. A Szorvány magyarsághoz tartozunk, az utolsó bástyái, hű őrzői a magyar kultúrának. Ezért a kormányzat számos programmal támogatja megmaradásokat, jelentette ki a magyar miniszterelnökség nemzetpolitikáért felelős helyettes államtitkára Budapesten. Szilágyi Péter a Magyar Szorvány napján a Nemzetpolitikai Kutatóintézet rendezvényén hangsúlyozta, anyanyelvünk megtartása egyet jelent életben maradásunkkal, ezért ez az anyaországban élőknek is elemi feladatuk. Az igazi küzdelmet azonban nem az anyaországban élő magyarok vívják a nyelv megtartásáért, hanem a határainkon túlra szakított honfitársaink, közülük is elsősorban a Szorványban élők, tette hozzá a politikus. Több mint 183 ezer magyar diák vett részt 2013 óta a Határtalanul programban, mondta Rétvári Bence, a Magyar Emberi Erőforrások Minisztériumának parlamenti államtitkára budapesti sajtótájékoztatóján. A programban magyarországi iskolák hetedikes tanulói az állam támogatásával vehetnek részt osztálykiránduláson, vajdasági, erdélyi, felvidéki és más külhoni területeken. A program arra is lehetőséget ad, hogy a 9. évfolyamos gimnáziumi, szakközépiskolai és szakiskolai osztályok egy közösen megvalósítandó projekt keretében együttműködjenek egy hasonló életkorú, határon túli magyar gyerekekből álló osztállyal. Rétvári Bence elmondta, 2013 óta 8,7 milliárd forintot fordítottak a programra. A Kárpát-medencében 870 ezren éltek a kedvezményes honosítás lehetőségével, míg a diaszpórában 132 ezer állampolgárságot állapítottak meg eddig, jelentette ki Semjén Zsolt, magyar nemzetpolitikáért felelős miniszterelnök helyettes a magyar közmédiának adott exkluzív interjújában. Úgy fogalmazott, hálát ad a történelem urának, amiért az 1 milliómodik új magyar állampolgár is letette az esküt, és így megvalósult, amit kormányzásuk kezdetén ígért. Semjén Zsolt kijelentette, a magyar társadalomban és a magyar parlamenti politikában teljes konszenzus van arról, hogy a külhoni magyaroknak jár az autonómia, az állampolgárság és az utóbbitól elválaszthatatlan a szavazati jog. A polgárháború szélére sodródott a súlyos gazdasági válságban lévő Zimbabwe, miután a hadsereg átvette az uralmat Robert Mugabe-től a dél-afrikai országban. A diktátor valószínűleg házi őrizetben van. A katonaság szerda hajnalban az
általa elfoglalt ZBC állami televízióban közölte, hogy átvette az ország irányítását. A hadsereg képviselői hozzátették, akciójukkal a 93 éves elnök köreihez tartozó, az országnak gazdasági és szociális szenvedést okozó bűnözők ellen léptek fel. Elutasították azt a vádat, hogy katonai puccsot hajtottak végre. Az események mögött az állhat, hogy a múlt héten Mugabe menesztette a zimbabwei alelnököt, akit összeesküvés szervezésével vádolt meg. Az alelnök elmenekült az országból, de a puccsot követően rögtön vissza is tért. A hatalomátvétel mögött a gazdaság teljes összeomlása is szerepet játszhatott. Ingyenes szűrővizsgálatokat végeztek ma Szabadkán a Galéria Hotel átriumában. A tüdőbetegségek elleni küzdelem világnapján a Szabadkai Közkórház tüdőosztályának szakemberei várták a pácienseket. A tüdőbetegségeket legtöbbször a dohányzás váltja ki, nyilatkozták a Szabadkai Kórház orvosai a Pandon RTV-nek. A páciensek egy olyan vizsgálaton vehettek részt, amelyen a légzés minőségét, a tüdő térfogatát, a gázcserét és a keringést ellenőrizték. Kronična obstruktivna bolest pluća je nešto što pretenduje i izaziva visoku smrtnost. Ukoliko nije adekvatno prepoznato, a na ovakav način, ovakvom akcijom koja se danas prvi put održava u našem gradu i zašto naš grad Subotica treba da bude izuzetno ponosan jer je stao u red drugih gradova u Srbiji koji podržavaju ovakvu akciju, ja bih želela da ovo postane jedna tradicija. A képzőművészeti alkotások beszélnek a nézővel, de ez szavak nélkül történik. Ezért is kapta a Néma dialógusban a világgal címet a Szabadkai Kortárs Galériában megrendezett kiállítás. A Vajdasági Magyar Képzőművészet napja alkalmából megtekinthető alkotások a Hídkörárt fiatal képzőművészeinek képei közül kerültek ki. A Hídkörárt rendszeresen rendez fiatal alkotóinak alkotásaiból kiállítást. Kedd este a Rákóczi Palotában 25 alkotó munkáit mutatták be az érdeklődőknek. Szabó Kornélia jelenleg az Újvidéki Művészeti Akadémia hallgatója. Elmondása szerint Hídkörárt megkeresése számára megtiszteltetés volt. Hozzátette, a kiállításon szereplő alkotásai egy hosszú kísérletező sorozatának a részei. Fallemezekkel dolgozok leginkább, különböző színeket használok, formákat, festek rá kicsit ilyen absztrakt módon, és akkor ezt így kapargatom vissza, adok hozzá. Igazából amit szerettem volna ezzel üzenni, hogy egy ilyen kis, maga a címe ugye az, hogy dinamika, úgyhogy szerettem volna egy ilyen dinamikus festményt csinálni, készíteni. Pesti Emma szabadkai képzőművész a kiállítás megnyitó előtt elmondta, a tárlaton szereplő két alkotása az elmúlt években használt stílusmotívum rendszerbe teljesen beleillik. Hozzátette, a Néma dialógus a világgal címet nagyon sokféleképpen lehet értelmezni, ezért a kiállított alkotások is ezer színűek lehetnek. Eleve adott, hogy a képzőművészeti alkotások beszélnek, beszélgetnek a szemlélővel, a nézővel, holott ez némán történik, mégis kialakulhat egyfajta párbeszéd. November 14-e Árcs József vajdasági képzőművész születésnapja. Ez a Vajdasági Magyar Képzőművészet napja is. A kiállítás megnyitón Nella Tonkovics, a tárlatnak otthont adó kortárs galéria igazgatója, valamint a kiállítás szervezői Lovas Ildikó és Brenner János méltatta a kiállítást és a kiállítókat. Nyílt napot tartottak a Zentai Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumban. A diákok bepillantást nyerhettek az iskolában folyó munkába, a szülők pedig választ kaphattak minden kérdésükre. A fiúk körében a matematikai szak, míg a lányok körében a képzőművészeti szak volt a népszerűbb. Én már kiskorom óta rajzolok, a mamám rajztanárnő, úgyhogy nagyon szeretek rajzolni, és én is szeretnék rajztanárnő lenni. Honnan értesültél a Bolyai Tehetséggondozó Gimnáziumról? Volt-e már, aki ide járt az ismeretségi körödben? Igen, vannak, akik ide járnak, de nekünk eljöttek az iskolába ilyen előadást tartani. Régóta foglalkozol már képzőművészettel? 9. éve foglalkozom vele. Pontosan mely ágával foglalkozom? Mi érdekel a legjobban? Hát legjobban a grafika érdekel, illetve egy kicsit a festészet is, de a grafika az a fő ág, ami nagyon érdekel. A szerdai nyílt napon két időpontban fogadták a csoportokat. Első lépésként röviden ismertették a szakok tanterveit és a kollégiumi életet a jelenlévő diákokkal és szülőkkel. Ezután a diákoknak lehetőségük volt bepillantani a tanórák menetébe is.
Eközben a szülők feltehették kérdéseiket az igazgatónak. Az, hogy a szülőkkel így személyre szabottan beszélgessünk, és hogy bármilyen kérdésükre választ adjunk az iskolánkkal kapcsolatban, a kérdéseikkel kapcsolatban, a szerb nyelvtanulás, a magyarországi, a vajdasági továbbtanulás kapcsán, az újvidéki vagy belgrádi továbbtanulás kapcsán, ez azt gondolom, hogy csak olyankor alakulhat ki, amikor tényleg személyesen találkozunk. A gimnázium következő programja a bentlakásos téli tábor, amelyet 5-től 8-dik osztályos tanulók számára szerveznek. Ezt követően február közepétől elkezdődik a felkészítő, ahol a jövendőbeli diákok olyan feladatokkal ismerkedhetnek meg, amilyenek az érettségi hétvégén is várnak rájuk. Népmesék, ismert és kevésbé ismert népi történetek 33 gyermek szájából. Megtartották a Benedekelek népmesemondó versenyt az óvodás és általános iskolások számára Kispiacon. A szervező a helyi Jókai Mór Művelődési Egyesület volt. Ugorjuk át, mondta a rókat, hosszú széles árok volt az erdő szélén, odállt a róka az árok partján. A rendezvényt a kihelyezett Kispiaci általános iskola tantermében szervezték meg. Az idén 33 szavaló vett részt a megmérettetésen, és nem csak Kispiacról, hanem a Magyar Kanizsai Általános Iskolából is érkeztek kisdiákok. A gyerekeknek a meséket átéléssel, ízesen kellett elmondaniuk, ahogy azt régen is tették. Gazdag Zsófia Magyar Kanizsáról érkezett. Az a cím, hogy az öreg halász és a nagyra vágyó felesége, és egy halász, aki kifogott egy pontyot, és van neki sok kívánsága, és a felesége minél nagyobb dolgokat szeretne kívánni. A gyerekeket az óvó és tanítónők készítették fel, és a verseny kiírása szerint egy népmesét kellett elmondaniuk, amely maximum 3 percig tarthatott. A rendezvény célja a mesék népszerűsítése a gyerekek körében, valamint azok tanító jellegének bemutatása. Főképpen az alsós korosztály az, aki leginkább érdeklődik a versenyeink iránt, mert nem csak mesemondó versenyünk van, hanem prózamondó versenyünk is és szavaló versenyünk is, és mindig nagyon tömegesek voltak ezek a versenyek. A zsűri az iskola pedagógusaiból állt, akiknek nem volt könnyű dolguk, hisz a gyerekek nagyszerű felkészültségről tettek tanúbizonyságot. Egyszer nagyszer támad, és levitte a háztát. Egy nullára győztenek Kosztarika csapatát kedd este a magyar labdarúgó válogatott a Groupama arénában megtartott barátságos mérkőzésen. Szélesi Zoltán megbízott szövetségi kapitány együttese a 36. percben szerezte a találkozó egyetlen gólját, Nikolics Nemanja az MLS gól királya révén. A magyarok 3 mérkőzést nyertek meg és 6-ot vesztettek el a 2017-es évben, és nem jutottak ki a jövő nyári oroszországi világbajnokságra. A magyar válogatott története egyik leggyengébb évét zárta a győzelemmel. Eddig tartott a híradó, a nap kiemelt hírei jönnek még egyszer, röviden. Nem emelkedik drasztikusan a tojás ára Szerbiában, állítják az eladók. Növekedett a felvett védőoltások száma az elmúlt 2 hét alatt. Ma van a Magyar Szórvány napja, Kárpát-medence szerte rendezvényeket tartanak. Befejeződtek a Kispiaci Jókai Mór Művelődési Egyesület székházának munkálatai. Munkatársaim nevében is köszönöm szépen a figyelmüket. A pannonrtv.com-ra kattintva még több friss hírt és információt olvashatnak, és riportjainkat is visszanézhetik. Maradjanak velünk a továbbiakban is, ugyanis rögtön kezdődik az Amatil zenekar koncertje itt a Pannon Televízió műsorán. A Pannon Rádióban este Rock Café Brasnyó és Sánta Zoltánnal. A Szabadkai Magyar Rádió holnap reggeli napindítójában egyebek között szó lesz a Szabadkai Közkórházban kígyózó sorokról, de arról is, hogy Temerin csak részlegesen használja ki legértékesebb természeti kincsét, a grísza vizet. Szép estét kívánok, viszontlátásra!